Az elmúlt napokban kevesebb, mint mínusz 10 fok volt a napi átlag hőmérséklet, ilyenkor a távfűtési rendszer csúcs teljesítménye működik. A kimenő vízhőmérséklet megközelíti a 130 fokot. Ez óriási terhelés, ekkor jelentkeznek a problémák is. Nyíregyházán jelenleg biztonságos a szolgáltatás. Az elmúlt héten volt egy hiba a Kossuth utcán, de ezt megoldották a fogyasztás korlátozása nélkül egy al alternatív vezetékkel. Most pedig egy másik hibát keresnek a szabadságtéren, de ez nem nagy volumenű, a környéken nincs lakossági fogyasztó. A fagyos idő óta átlagban napi 30 bejelentés érkezik a nyírtávfő Kft-hez távfűtéses épületekből. Például keringető szivattyú leállt, áramszünet volt, illetőleg radiátor meghibásodások, légtelenítési problémák vannak. Ezeket természetesen azon a napon, amikor ezek felmerülnek, igyekszünk elhárítani, ezért is megerősített létszámmal dolgoznak a kollégáink, tehát naponta 6-8 páros járja a várost és javítja a hibákat. A szokatlanul hideg időben természetesen a napi fogyasztás is megnőtt, az átlagos januárinak most a másfél szerese az energiafelhasználás. A szakemberek szerint a kemény mínuszok idején is lehet gazdaságosan fűteni, ennek alapja, hogy amikor nem vagyunk otthon, akkor se vegyük nullára a fűtést, maradjon egy közepes, temperáló fokozaton, így a lakás újra felfűtéséhez kevesebb energiára lesz szükség.